Jó reggelt! Hogy van az állatorvos Palánta? Nem hinném, hogy valóban érdekelne téged. A szerény Maria del Carmen megtanulta megvédeni magát. Azért vagy olyan magabiztos, mert egy munkás a férjed, ha? Ne beszélj így José Mariáról! Mert igen, munkás ember, de értékesebb nálad, és sokaknál ebben a házban. Szaladj csak, és panaszold el a keresztanyádnak. A keresztanyádnak? Ha tudnád, ki is a keresztanyád valójában, nem lennél érte úgy odáig, és nem lennél olyan elfogult vele szemben. A kiábrándultság mondatja ezt veled. Irigykedsz, szeretnél olyan lenni, mint ő? Nem. Nem vagyok olyan képmutató, mint a keresztanyád, Krisztina. Miért mondod ezt? Komolyan tudni akarod? Valóban tudni akarod, miféle nőszemély a keresztanyád? Ha van valami mondani valód, akkor mondd hát! Deborah! Deborah, ne feledd, hogy ez az én házam! Ne feledd el, Deborah! De hogy érti ez Deborah, amit mondott? Az ő szájából semmi jó nem származhat. Lányom, gyere most el. Nem, gyere, én nem akarok. Gyere csak.